Lemondott képviselői mandátumáról Viktor Balázs független képviselő. Két felvonásban. Az önkormányzat szeptemberi ülése a pontokkal együtt közel 70 tárgyalási pontot tartalmazott. Október 13-án délután 16:30-kor ülésezik a testület. Koszorúzás az aradi vértanúk napján. Október 6-án emlékezés zajlott a köztemetőben. Vígjátékkal gördült be Rozsnyóra Tália szekere. Teltház előtt a Pletykák című bohózattal szórakoztatták a hálás közönséget. Lemondott képviselői mandátumáról Viktor Balázs független képviselő. Kérdésemre Balázs Viktor elmondta, hogy már hosszabb ideig foglalkozott a lemondás gondolatával. Iskola igazgatóként többet tehet a városért, mondta a volt független képviselő, aki 1994-től folyamatosan jelen volt a közéletben, ebből 4 évet, mint megyei képviselő is eltöltött. Az első választókörzet képviselője volt. Itt sorrendben Lak János következik a Most Híd képviseletében, aki kérésemre elmondta, hogy nem egyszerű döntés előtt áll, hogy vállalja a képviselői megbízatást, hisz félállásban a városi hivatal alkalmazottja, és megbízatása esetén fel kell függeszteni a munkaviszonyát. A magyar adás zárásáig tehát még semmi nem dőlt el. Minden esetre a városatyák ismét a televízió kamerái előtt tanácskoznak a héten, és ennek első programpontja Balázs Viktor utódjának kijelölése. A testületi ülés csütörtökön 16:30-kor kezdődik. A városi televízió élő egyenes adásban közvetíti az ülést. Toldozzák, foldozzák és bontják. A járda közösségi tulajdon. Bár vagyonilag az önkormányzaté, télvíz idején a polgáré, bontás idején pedig a közműveseké. És így is bánnak vele. A következmények pedig megkeserítik a városlakók életét. A legrosszabb a vargadom. Ez veszti minden, az egész Rozsnyó. De másképp erre csak fordul a Csucsomi utca, ott fönt a szidliszko, ez a varga, ez még... No, tak mali bych opravit, lebo suhrom zomstávaj. No, tak. Ja to nechávam na mesto, tak je to nerieším. Ha valaki megcsinálni, ezt teda ide a bíró, vagy ki, akkor jó lesz, meg a népnek, meg mindenkinek. A sa mi páčilo ten pán učiteľ, čo tu robil ten chodník, to bolo úžasné. Viacerí by sa mali zapojiť do toho. Itt a pont ezt megnézzük, hogy ilyen gödrös lyukás, úgyhogy ez ma talán mindenért beszél, ez épp elég. A járda pedig azért, aki jár rajta, jelentette ki egy rozsnyói polgár. Megelégelte a bányakamara épülete melletti baleset veszélyes járdát, ahol felesége kipicamította bokáját, és önerőből befoldozta a lyukakat. Rozsnyávé takzvaný malý trh, tu je dobrý predaj zeleniny, keď sme šli s manželkou, tak jedného dňa si tam vytkla nohu a povedala, že to je tu strašné. No. A tým to celé začalo. Ľudia, čo hovorili na to, že manžel začal opravovať tento chodník? Olha, aqui é uma cidade muito bonita. E eu acho que os políticos deveriam se importar mais, arrumar. Que eu acho que pessoas aqui ficaram felizes, que ele já tomou iniciativa e agora falta... Pozrite, že mesto je tu veľmi pekné a už ostáva len teraz na tom, aby fakty... politici, ona povie, to vedenie mesta, aby malo prístup k ľuďom. És befejezés előtt áll ez a térkőből épült gyalogjáró is. Építtetőjének természetes volt az anyagi áldozat. A bezúduló esővíz miatt magasította meg a háza előtti járdát. A Komenszky utca lakói pedig petícióban tiltakoztak az önkormányzatnál a garázsokhoz vezető út miatt. Itt áll a víz. Itt a garázsok, ott a végén, ott már idáig jövő víz. Az ember nem fog átmenni.
A közterület fenntartó vállalat tavasztól, ha nem is folyamatosan, de meleg aszfalttal már 90%-ban befette a város nagyobb kátyúit. Tak teraz sa tu porobili všade, aj okolo bili, aj tuto som videl, že sú nové chodníky. Tak trochu to iná, vyzerá iné, ako to bolo predtým. Az önkormányzat szeptember végi ülésére pedig elkészült a járdajavítások sorrendje. 7 járda felújítását és építését terjesztette elő Burdiga Pál alpolgármester a képviselői klub nevében. Takže na prvom mieste by som dal chodník nad základnou školou akademika Jura Hronca, to je základná škola Juh, Zakarpatská ulica od príjazdu na parkovisko pred základnou školou Juh po schodoch na chodníku. Tieto ako podrobnosti sa dočítate v tom materiáli. Po druhé by to bolo vybudovanie nového ľavostranného chodníka pred pekárňou BFZ v smere od odbočky z Košickej ulice po Jovickú ulicu. Po tretie by to mal byť ľavostranný chodník na ulici Čučmianska Dlhá v smere od námestia Baníkov po križovatku Čučmianska Dlhá a Špitálska. Štvrtým chodníkom by mal byť pravostranný chodník v Nadavulej v smere od mesta ukončenia novo zrekonštruovaného chodníka vedúceho popri futbalovom ihrisku až po koniec zástavby rodinných domov. Po piaté by to mala byť príjazdová cesta ku garážam na Komenského ulici. Po šiesté navrhujem novo vybudovať komunikáciu na Železničnej ulici. A keď dovolíte, po siedme, toto nebolo v tom materiáli, ale jedná sa mi aj, myslím, že aj vám, o materskú škôlku Kievská. Bola tam petícia na to, myslím, že napísaná alebo vyhlásená. Je to aj náš poslanecký návrh, aby aj s touto časťou chodníka sme sa zapodievali. Takže ten siedmy bod, ten nebol zahrnutý, ale je to materská škôlka Kievská. Takže keď dovolíte, toto by bol môj návrh týchto siedmých chodníkov. A városatyák elé került anyag tartalmazza a felújítások hozzávetőleges anyagi értékét, a járdák pontos méretét, a felújítási vagy javítási munkálatokat, ami közel 100 000 euróba kerülne. A munkálatok elvégzésére közbeszerzési pályázatot ír ki az önkormányzat. Potom budeme robiť obstarávanie, kto bude realizátor toho. Potom znova s tým realizátorom znovu bude musieť ísť do zastupiteľstva. A polgármester javaslatot tett egy olyan számla létrehozására, amelyre a város lakói adakozhatnak, attól függően milyen járda felújítását kérik. Ez a javaslat októberben kerül tárgyalásra a képviselők elé. Két év a kitermelésig. Pakisztán és India után Európa egyik legnagyobb zsírkőtermelését kezdheti meg a palomai bánya. A feltárási munkálatok bizonyítják, hogy az itt található lelőhely fedezné az európai fogyasztás 1/10-ét, hangzott el a kitermelési joggal rendelkező BSK Mining Kft. Rozsnyói sajtótájékoztatóján. A termelés beindításához több mint 4 km hosszú járat kiváljására és 300 méteres szellőző akna kiépítésére volt szükség. A beruházás 20 millió euróból valósult meg. Az előkészületi feltárások során összesen 41 ember számára biztosítottak munkalehetőséget, de ez a szám a közeljövőben meghaladhatja a 200 főt. Számítások szerint évente 100 000 tonna zsírkő kiaknázására van lehetőség. A zsíros ásvány Európa számos országának szükségletét fedezni, így becslések alapján a bánya élettartama elérheti az 50 évet is. A tervek szerint a zsírkő nagy része Nyugat-Európába vándorol. A nyersanyagot leginkább a vegyipar, a papír, valamint a gyógyszeripar alkalmazza. Szlovákia eddigi legnagyobb bányászati beruházása állami támogatás nélkül valósult meg. Jól lehet, a polomai zsírkő lelőhely ügyében jelenleg is folyik bírósági eljárás, a cégvezetői szerint ez nem veszélyezteti a bányászati tevékenység folytatását, hangzott el a rozsnyói sajtótájékoztatón.
Október 6-a az aradi vértanúk napja. A köztemetőben Szörcsei Antal honvéd százados sírjánál zajlott a rozsdói megemlékezés. A Csemadok helyi szervezete kezdeményezte az ünnepséget. Nem pazaroltad sugarat hiába, bár vaksötétbe halt meg az égi fény. Eszméiden nem győzött az enyészet. Örökbe hagytad halhatatlan részed, fényeddel a fényhint kereső századokra, a 13 vértanú alakja. Hiszem azt, hogy az aradi vértanúk bátoríthatnak, motiválhatnak minket arra, hogy vallaljuk fel a magyarságunkat, a hitünket mások előtt, és így tegyünk tanúságot a világban. Látni ezen a 13 vértanú életéből is, hogy az életeket is képesek voltak a hazáért odaadni. Ezeket az embereket tisztelni és becsülni kell, mert a magyar nemzet és a magyar nemzet felmaradását mindent megtettek. A köztemetőben Szörcsei Antal honvéd százados sírjánál az idén 30-an gyűltek össze emlékezni. A hűségesek szerintem itt vannak, azok, akik tudják és érzékelik, hogy szükség van megünnepelni ezt a gyászünnepet. Áldozathozatal, mindnyájan ismerjük édes anyanyelvünk ezen kifejezését. Néha nagyon nehéz lemondanunk a világ dolg. Az 1848-49-es magyar szabadságharcban két rozsnyói zászlóalj is részt vett. Kassa mellett a budaméri csatában harcoltak. A itt pihenő Markó András 14 évesen beállt a rozsnyói nemzetőrség csapatába, és részt vett a budaméri csatában. Amikor a 1848-as szabadságharcot leverték, akkor hűséges katonaként követte Kossuthot olaszországi emigrációjában, és ott 1859-ben részt vett a Solferinói csatában. Ezután hazatért, és élete végéig Rozsnyó városának hűséges polgára volt. Ma a rozsnyói temetőkertben 19 nemzetőrsír helye található. Ezeket az önkormányzat 2006-ban nyilvánította védett sírokká.